Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Milliárdos értékben valósulnak meg élelmiszeripari fejlesztések Szekszárdon. Január 1-től új szabály vonatkozik a kamarai befizetésekre. Vállalkozó kedvű, elhivatott, fiatal mezőgazdászoknak kedvez az új agrártörvény. 35 diák adott bizonyosságot a szakmákban szerzett alapismereteiről. Mesterképzést indít a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Hogyan döntenének akkor, ha 100 millió forint több tucatszorosát kellene úgy befektetniük, hogy az ne csak önöknek, de a lakóhelyüknek és a cégük dolgozóinak is előrelépést jelentsen? Erre a nem kis feladatra vállalkoztak szekszárdi cégvezetők. Összesen ugyanis több mint 3,5 milliárd forint értékben fognak élelmiszeripari fejlesztéseket megvalósítani. Mutatjuk a részleteket. A támogatás elnyeréséről szóló oklevelét vette át Mészáros Péter. A szekszárdi Borás családja két pályázattal 300 millió forint fejlesztésre fordítható pénzhez jutott. Ugyanennyit még hozzátesznek önerőként, hogy mások mellett saját pezsgőüzemet hozzanak létre. A Mészáros Borász Kft. Borászati technológiai üzeme fog ugye megújulni, illetve borászat fejlesztése és a tárolókapacitás növelése. A másik pályázatunk az pedig egy pezsgőüzem létrehozása, egy tradicionális pezsgő fognak készülni. Egy másik teipari, szintén szekszárdi cég pedig 1,5 milliárd forintot nyert, ők 3 milliárd forint értékben alakítanak ki sajtüzemet. Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a fejlesztések több ezer szekszárdi és környékbeli ember megélhetését teszik biztosabbá. Abban is szerencsés Szekszárd, hogy ebben a élelmiszerfeldolgozós pályázati körben, aminek most az első hullámát hirdettük meg, lesz majd több ilyen eredményhirdetés, és bizony benne mindegyik alkalommal lesznek majd szekszárdi vállalkozások. Két kiemelt szekszárdi vállalkozás tudott eredményes lenni, a Tolna Tej ZRT és a Mészáros Borház. A két pályázó gyakorlatilag 3,6 milliárd forint értékű beruházást fog majd megvalósítani, ehhez 50%-os támogatás érkezett. A Tolna Tej ZRT a 100%-ban szekszárdi magánembereknek, magyar embereknek a tulajdonában van, több mint 520 főnek biztosítanak munkát, és amit lehet, hogy kevesen tudnak, de a Tolna Tej ZRT-be dolgozzák fel a magyar tej, Magyarországon megtermelt tejnek a közel 20%-át. Ez átszámítva a tejelő szarvasmarhába több mint 30 ezer tejelő szarvasmarhát jelent, tehát ezzel a beruházással nem csak az 520 szekszárdi munkahely erősödött meg, hanem a beszállítói kör, ami körülbelül közel 150 tejtermelő gazdát jelent, vagy gazdaságot jelent, ami több mint 3000 munkahelyet is jelent, tehát közvetetten több mint 3000 munka is így erősödött. A Mészáros Borház a szekszárdi borvidéknek több mint 10%-át dolgozza fel, 160 hektár saját szőlővel, illetve 100 hektárról vásárolnak még fel szekszárdi szőlőt. Fedman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára azt mondja, az elmúlt évtizedek legnagyobb élelmiszeripari fejlesztés sorozata kezdődött el idehaza kormányzati források bevonásával. Nagyon sok hasonló olyan projekt fog megvalósulni, amivel nem csak hogy a történelmi lemaradásunkat fogjuk pótolni, hanem mi abban a reményben tesszük ezt. A magyar kormány abban a reményben tesz forrásokat ebbe a projektbe és programba, hogy lényegében a nemzetközi versenyben is nem csak hogy megerősödünk, hanem sok versenytársainkat le is fogjuk hagyni ezzel a fejlesztésekkel. A két szekszárdi cég összesen 3,6 milliárd forint értékben valósít meg fejlesztéseket. Január 1-től új előírás vonatkozik a kamarai hozzájárulások befizetésére. Az éves díjat már nem a helyi illetékes szervezetnek, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a központosítás célja a források hatékonyabb szétosztása.
Megváltozott az éves kamarai díjakra vonatkozó befizetés szabálya. A hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi iparkamarának, hanem az országos, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell átutalni, mondta el Fischer Sándor, a Tolna megyei kamara elnöke. Ez egy újdonság, viszont a befizetett díjaknak a 90%-a az továbbra is a megyei kamarai szolgáltatásait fedezi, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 10%-a marad a országos kamara számlája. Gyakorlatilag a pénzek központosítása azt a cél szolgálta, hogy hatékonyabb legyen a befizetések, a visszautalások rendszere. Ez várhatóan költségtakarékosság szempontjából is egy jelentős megtakarítást okoz majd a kamarának. Amennyiben egy vállalkozásnak a tavalyi évre vonatkozóan van még hátraléka, akkor azt a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarának kell megfizetnie. 5000 forint a továbbra is az évi hozzájárulás összege, amit évente egyszer kell majd befizetni. Ez gyakorlatilag a költségek fedezetésre szolgálja. A kamara gyakorlatilag az eddieknek megfelelően különböző pályázatokban nyújt támogatást, illetve ez segíti a kamarai adminisztráció továbbra a fedezetet nyújt ez az összeg az olyan rendezvényekre, amikor a tagságot tájékoztatnunk kell, hiszen évente változnak a jogszabályok különböző területeken. Erre szoktunk rendszeresen tartani egy ilyen megbeszéléseket online, illetve offline módon. Ha valakinek bármilyen a vállalkozásával kapcsolatos kérdése lenne, keresse a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársait. Fontos jogszabályváltozás segíti a régóta mezőgazdasággal foglalkozó családi vállalkozásokat január 1-je óta idehaza. A törvény értelmében ugyanis sokkal könnyebb átadni egy már meglévő céget családon belül, akkor, ha az alapító elkezdeni az édes nyugdíjas éveit. De lássuk, mit is jelent egészen pontosan az úgynevezett gazdaságátadás. Régóta húzódó és egyre fokozódó problémát okoz idehaza, hogy a gazdatársadalom közel egyharmada már nyugdíjas korúként látja el az agráriummal kapcsolatos feladatait. A generációváltást pedig nem is annyira a humán erőforrás gátolja, sokkal inkább az adminisztratív feladatok bonyolult és hosszadalmas jellege. Vagyis hiába menne nyugdíjba és adná át a gazdaságát egy évtizedek óta a földjéből vagy állataiból élő vállalkozó, ezt csak nagyon lassú és bonyolult, bürokratikus utat bejárva teheti meg. Vagyis eddig így volt. Egy most hatályba lépett jogszabályváltozás viszont lehetőséget ad arra, hogy az úgynevezett gazdaságátadás folyamata a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban végbe menjen. Ez a törvény lehetővé teszi azt, hogy egy mezőgazdasággal foglalkozó gazdaságot teljes egészében átadásra kerülhessen családon belüli személynek. A gazdaság egyben történő átadására eddig is volt lehetőség, de adásvételi szerződésekkel vagy ajándékozási szerződésekkel, viszont ez a folyamat nagyon hosszadalmas és nagyon bonyolult volt. A törvény az lehetőséget terem tulajdonképpen az egyszeri átadásra. Egy új szerződéstípus lesz bevezetve, ez a gazdaság átadási szerződés, és ezzel az egy szerződéssel tulajdonképpen a teljes gazdaság és a hozzá kapcsolódó vagyonértékű jogok is átadásra kerülnek majd. Vagyis az új jogszabály azoknak a mezőgazdasági vállalkozóknak szavatol biztonságos tulajdonjogátadást, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt, a rokonaik között viszont van olyan személy, aki tovább vinni a családi tradíciót. De lássuk részletesen, miről is van szó. Átadó az lehet, aki vagy nyugdíjas, vagy 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, átvevő pedig az lehet, aki minimum 10 évvel fiatalabb, mint az átadó, és az átadás időpontjában még nem töltötte be az 50. életévét. Természetesen az átvevőre is vonatkozik az, hogy vagy őstermelő, vagy pedig mezőgazdasági egyéni vállalkozó kell, hogy legyen. A törvény elsősorban az őstermelők és a mező, valamint
erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak a gazdaság átadására terjed ki. Főszabály szerint hozzátartozói láncolaton belül lehet átadni a gazdaságot, viszont ez alól van kivétel, hogyha például a családon belül nincs olyan alkalmas személy, aki átvenni a gazdaságot, akkor lehetőség van arra is, hogy egy olyan személy vegye át, aki legalább 7 éve munkaviszonyban áll az átadóval. A jogalkotó szerint ezek a feltételek biztosítják, hogy egy nagy múltú mezőgazdasági vállalkozás a jövőben is jó kezekben legyen. Na de mi is történik pontosan akkor, amikor gazdaságátadásra kerül sor? Az átadást követően az átadó szemét, átadó gazdálkodót törölni fogják a földműves nyilvántartásból és egyéb hatósági nyilvántartásokból, de annak ugye megvan a lehetősége, hogy mint munkavállaló tovább segítse a gazdaságnak a működését. Az adminisztratív terhek így jelentős mértékben csökkennek. Ez egészen pontosan azt jelenti például, hogy a gazdát cserélő cégekre a kötelező kifüggesztés és az előválasztási jog kötelmesen vonatkozik. A törvény így nem csak a tulajdon családban maradását segíti, de a teljes folyamatot is gyorsítja. Mivel főszabály szerint családon belül történik a gazdaság átadása, a termőföldek vonatkozásában nincs kifüggesztési eljárás sem, és elővásárlási, valamint előhaszonbérleti joggal sem lehet élni, tulajdonképpen egy jogutódlásról beszélünk. Január 1-ével hatályba lépett törvény tehát minden betűjével azt a célt hivatott szolgálni, hogy a magyar gazdák a korábbinál is jobb körülmények között tudják a tevékenységüket folytatni, akkor is, amikor már ezt korukból adódóan rábíznák egy másik szakemberre. Január utolsó hetében kellett számot adniuk tudásukról azoknak a 2 éves érettségire épülő technikumi képzésben résztvevő diákoknak, akik a tanév elején kezdték meg tanulmányaikat. Fél év után tehették le elméleti és gyakorlati részből is álló ágazati alapvizsgájukat. Épp tétet húz a következő vizsgázó. Számot kell adni az elmúlt időben szerzett tanulmányairól. Zajlanak az ágazati alapvizsgák a Szekszárdi Bezerédi István Technikumban. Az intézményben kedden és csütörtökön is vizsgáztak a 2 éves érettségire épülő technikumi képzésen résztvevő tanulók, akik a tanév elején kezdték meg tanulmányaikat. Jelen pillanatban 2 ágazatban zajlottak az ágazati alapvizsgák. Kedden a gazdálkodás és menedzsment ágazatban tettek alapvizsgát a tanulók, nagyon szép eredménnyel, ma pedig a közlekedés és szállítmányozás ágazatban vizsgáznak a tanulók. Nagyon bízunk benne, hogy hasonló szép eredmények fognak születni, ugyanis az ágazati alapvizsgának tétje van. Egyrészt beleszámít a szakmai vizsgába ez az eredmény is, másrészt pedig, hogyha letették az ágazati alapvizsgát a tanulók, akkor szakirányú továbbtanulásra jogosítja őket, illetve, ami nálunk nagyon jelentős, az ágazati alapvizsga után mehetnek a tanulók duális képzőhelyre szakképzési munkaszerződéssel, így folytathatják a tanulmányaikat. Jelenállás szerint a vállalkozási ügyviteli ügyintézők és a logisztikai technikusok valamennyien február 1-től már duális képzőhelyen folytatják a tanulmányokat, a heti 5 napból legalább 3 napot kint töltenek a duális képzőhelyeken. A vizsgák több részből álltak össze, erről is beszélt Kaiser Andrea. A gazdálkodás és menedzsment ágazaton interaktív írásbeli vizsga van, ez 60 perces volt, ezt követte egy 90 perces gyakorlati vizsga. Itt a logisztikai technikusoknál pedig a 60 perces interaktív írásbeli vizsgát, egy 45 perces gyakorlati vizsga követte, szállítóleveleket kellett a tanulóknak kitölteni, illetve egy ajánlatkérő levelet megfogalmazni. Utána pedig itt a helyszínen szituációs feladatok várták a tanulókat. Összesen 35 diák adott bizonyosságot a közlekedés és szállítmányozás, valamint a gazdálkodás és menedzsment ágazatokban szerzett alapismereteiről. Kedden 21 gazdálkodás és menedzsment ágazatban tanuló diák vizsgázott, ők egy részük vállalkozási ügyviteli ügyintéző lesz, a másik részük pedig pénzügyi számviteli ügyintéző. Ma közlekedés és szállítmányozás ágazatban 13 tanuló vizsgázik, ők logisztikai technikusok lesznek, ha nagyok lesznek. Többen vannak, azonban olyan tanulók, akik az előzetes tudásuk alapján mentesülnek az ágazati alapvizsga alól. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy köszönhetően a széles ágazati palettának most már a fiúk körében is ugyanolyan népszerű az iskola, mint a lányok körében, mondta el Kaiser Andrea.
Régebben lányiskola voltunk, szinte alig volt egy-egy fiú egy-egy osztályban, ma azt lehet mondani, hogy főleg a logisztika és szállítmányozás ágazaton fele-fele, tehát az osztályban fele, fiú fele, lánytanuló van. Általában érettségi után érkeznek a gyermekek, nagyon sokan érkeznek gimnáziumokból, és nekik nagyon jó ez az ágazati alapoktatás, hiszen itt találkoznak először az alapvető gazdasági ismeretekkel. Az az igazság, hogy nagyon hasznosnak tartjuk ezt az ágazati alapoktatást, ugyanis az alapvető gazdasági ismereteken kívül olyan ismereteket szereznek, amelyekre a nagybetűs életben bárhol fognak elhelyezkedni a gazdaságban, mindenhol a hasznát vehetik. Ilyen például a gépírás, a 10 ujjas vakírás, a digitális alkalmazások, Word, Excel, PPT-k használata, és nem titkolt vágyunk az is, hogy a szoftverek használatára is megtanítsuk a gyermekeket, illetve itt zajlik ebben a teremben most a szituáció, vizsga, és a kommunikációs technikákat is elsajátítják itt az ágazati alapoktatás keretein belül. Jelenleg 24 ágazat szerepel a teljes szakmai oktatási palettán, ebből a szakképzési centrumhoz tartozó 8 iskolában 17 ágazatra jelentkezhetnek a gyerekek, fiatalok, felnőttek. Idén is indít mesterképzéseket a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tanfolyamon résztvevők naprakész tudást szerezhetnek, és a képzés elvégzése után oktathatják a jövő szakembereit is. Ma Magyarországon a minisztériumi rendelet alapján 74 különböző foglalkozásban indítható mesterképzés. A mestervizsgáztatásnak Magyarországon évszázados hagyományai vannak, azonban a magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét nem a tradíciók, hanem a kor követelményei teszik fontossá. Ezért a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara már évtizedek óta minden évben indít mesterképzéseket azoknak a szakembereknek, akik szeretnék továbbfejleszteni magukat és naprakész tudással rendelkezni, valamint a jövő szakembereinek képzésében is részt akarnak venni. 2021-ben 11 fő élt ezzel a lehetőséggel. A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és karrier kialakulásának vagy kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozás vezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. A szakmai megbecsülés anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg. Mestervizsgát azon szakmákból lehet indítani, illetve azon szakmákból lehet tenni, amelyekből rendeletben már megjelent a mestervizsga szint és követelmény. Az előző évben 11 fő kaphatott nálunk mestervizsgát, 5 fő szakács és 5 fő villanyszerelő kapott támogatott képzés keretein belül, illetve egy fő önköltséges alapon. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara az idei évben is lehetőséget biztosít a támogatott mesterképzésre és vizsgáztatásra, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium tesz lehetővé. A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű lebonyolítása. Bevonhatók továbbá olyan kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek, akik a pedagógiai ismeretek birtokában szeretnék tovább képezni magukat a mestercím megszerzésével. A támogatott és az önköltséges képzések elindulásának várható időpontja 2022 első fél évében lesz, folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. A mesterképzések felől mindig sokan érdeklődnek, viszont ennél sokkal kevesebben jutnak el ténylegesen a képzésekre. A képzéseket mindig, tehát minimálisan 5 főtől tudjuk indítani, tehát hogyha adott szakmában, amiben már kijött ugye a követelményrendszer, amit az előbb említettem is, megvan az 5 fő, akkor már el is indítjuk azt a képzést. Számtalan szakma mesterképzései közül választhatnak azok, akik magasabb szintű elismerést szeretnének. Így például cukrász, gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, szakács vagy akár kozmetikus képzésen is részt vehetnek. 2 szakaszból áll össze, elméleti, illetve a gyakorlati képzés. Az elméleti rész nagyban függ attól, hogy valakinek megvan-e a gyakorlati oktató tanúsítványa. Hogyha megvan neki, akkor ő már a pedagógiai részből felmentést kap.
Ha nincs meg neki, akkor ugye ő végigjárja az egész képzést. A képzések óraszáma mindig az adott szakmáktól függ, így a munka mellett akár fél év alatt is el lehet végezni. Mesterképzést a minisztériumi rendeletek alapján 74 szakmában indíthatnak Magyarországon, jelentkezni pedig a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál lehet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.